Tisztelettel köszöntöm Önöket, az egyik legsokoldalúbb és legnépszerűbb, talán ennyit előjáróban, zenész, előadó, művész és most már énekes is. Dés László, 69 éves előadó művész, zeneszerző. Zongora, klarinét és szaxofon tanulmányok után a Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakának elvégzését követően a Dimenzió, a Supergroup, majd a Trio Stendhal együttesek alapító tagja. A jazz muzsika mellett fordult a filmek, majd a musicalek és a popzene irányába. 50-nél több filmzenéje, a hazai színpadok sikerdarabjai, mint a Dzsungelkönyve, a Valahol Európában vagy a Pál utcai fiúk, a jazz meg az aranylemezei és az udvaros básti cserhalmi kulka színészkoncertek dalai fűződnek a nevéhez. Egyebek között Kossuth és Liszt Ferenc díjas, Prima Primissima, Radnóti díjas, Artisjus életmű díjas. Mi az, hogy jaj? Hát mert szóval nem ettől ismerszik meg az ember, hogy hány díja van. Miről ismerszik meg? Hát arról, hogy milyen ember, meg hogy meg a teljesítménye, hogy mit rakott le az asztalra. Hát azt gondolom, hogy ez a fontos. Na de a díjak meg ezt tükrözik jó esetben. Jó esetben. Azt hiszem a Bernard Shaw-nak volt egy olyan mondása, hogy úgy kell élni, hogy az ember ne kapjon semmilyen díjat. Ez neked akkor nem sikert. Ez nem sikert. Ez nem egy sikertörténet. Ez... ez igaz, ez az állítás. Azért ezt fogadjuk némi kritikával. Hát minden bombó ilyen. Hát persze. Vitatható. Hisz nem arról szól. Mm. Viszont neked most volt a születésnapod, Isten kedvesem. Köszönöm szépen. Ilyenkor te szoktál számvetést csinálni, vagy pont, hogy eltorlott ez hülyeség? Igen, nem nagyon szoktam. Érdekes, hogy nálam az időszámítás, amióta legalábbis dolgozom, azóta mindig mindenféle munkákhoz kötődik. Tehát, más periódusokban. Én úgy, igen, úgy tudok kiszámolni dolgokat, ja, hogy akkor vettük fel azt a lemezt, vagy akkor volt az a koncert, vagy akkor alapítottam azt a zenekart. Hát érdekes, hogy... De ezek a dátumok, ezek rögzültek is? Abszolút. Meg tudod mondani életre. A napot, amikor a Trio Stendhal létrejött? Igen. Igen. Mond. Hát pontosan a napot nem, de az biztos... Megkaptalak. Na ja. Jó, hát nem napra, de hogy 87 tele volt a Dohány utcában, Figaro bárban, azért Figaro, mert a fodrász cégnek volt a helysége, ahol egy rendező ismerősöm barátnője csinált egy ilyen szórakozó helyet, és kitalálta, hogy ott legyen jazz, és megkért engem, hogy játszanék-e ott. És mivel az volt a szerencséje a csajnak, meg nekünk is, hogy én a Ferivel, a Schnedbergerrel, a gitárossal nem sokkal, tehát annak az évnek a nyarán ismerkedtem úgy jobban meg, egy közös ilyen Budapest Ljubljana TV felvétel kapcsán, amikor is többször kellett Budapestről Ljubljanára utaznunk. Uh-huh. Utazás, elég hosszú út. Igen, és utazás közben is kiderült, hogy mind a ketten keresünk valamit, éppen váltani szeretnénk, utat keresünk, zenei nyelvet szeretnénk váltani, és nem tudom mi. És akkor mondtam a Ferinek, hogy van ez a lehetőség. És ott elkezdtünk játszani ezt a duóba, aztán bevettük a Kornélt. Egy kemény dolog volt, mert minden este 10-től éjjel 2-ig. Úgyhogy én azért már akkor elég sok minden mást is csináltam. Szóval, hogy mondjam, már nagyon elfoglalt zeneszerző és zenész voltam. De valahogy éreztem, hogy ez fontos lesz, a Ferivel ez nekünk fontos. Ez az útkeresés, ezt látok zenészeknél, ez hogy van? Ráunsz arra a formára, amit csináltál addig, és valami izgalmasabbat keresel? Vagy hogyan keres utat egy zenész? Nézd, ha most a jazznél maradunk, a jazz műfaja az olyan, hogy állandóan improvizálsz, állandóan, hogy mondjam, a zenész társaiddal kizsigerelitek egymást. Jó értelemben. Tehát, hogy játszol, és közben azt figyeled, hogy a dobos arra, amit te játszol, hogy reagál, a zongorista, és a bőgös, és nem tudom mi. És ez egy darabig állati jó, mert rengeteget kapsz a muzsikus társaidtól, és jobb esetben te is rengeteget adsz nekik. És ebből a közös
állandó adok-kapokból alakul ki az a zene, amit aztán, ami megszületik ilyen játék a dimenzió? Hát mindegyik. Mindegyik. Minden jazz együttes ilyen, ami jó és ami így működik. És de hát ennek van egy bizonyos ideje, mert aztán kiismeritek egymást. Aha. És elkezd rutinná válni. Ezt szokta erre játszani. Igen, így van. És akkor ez elkezd rutinná válni, a lépések ismertek, nagyjából már ugyanazokat lépjük, akkor váltani kell. Akkor más muzsikus. Ha megnézed, a legnagyobb zsenik, a Miles Davis, vagy a John Coltrane, vagy a bárki, akit ebben a szakmában nagynak tartunk és példaadónak, 4-5 évente, 3-4 évente váltottak. És mindig ráadásul... Voltaképpen az inspirációt keresitek. Így van. És újra, amitől te beindulsz. És valami új zenei hangot. Tehát például nem véletlen, hogy a Davis mindig fiatalabbakkal játszott. És tulajdonképpen egy ihlethalászat és ötlethalászat folyt, hogy felhívta magához a legjobb fiatal muzsikusokat, és akkor megkérdezte, igen, hogy te ezt hogy csinálnád, hogy játszanád. És akkor ebből alakultak ki aztán az újabb és újabb formációk, egyik zseniálisabb volt a másik, és mindig valahogy a művészetnek nem kell előre menni, ez egy félreértés, vagy hátra, vagy nem tudom micsoda, de valahogy meg kell újulnia. És én is így vagyok ezzel, hogy minden egyes állomás, minden egyes zenekarom nagyon jól megkülönböztethető. Ugye a dimenziónak pont akkor lett vége, amikor a Trio Stendhal megalakult. Aztán megcsináltam a D-Septettet, ami megint egy teljesen más. Most van egy Free Sons nevű zenekarom, ahol már ezt odáig vittük, ezt a dolgot, hogy azért is ez a neve, hogy Free Sons, tehát szabad hangok, hogy már semmi nincs. Nem próbálunk. Tényleg, tehát semmi téma, semmi. Hangnemet se egyeztetünk. Amikor találkoztok, akkor lesz amikor valami. Találkozunk, fölmegyünk a színpadra, és elkezdünk játszani. A nulláról. És akkor ebből mégiscsak kialakulnak. Ennek a bizonyítéka az, hogy most csináltunk egy live, egy élő lemezt, egy koncertlemezt, ahol felvettünk több, például az Opus Jazz Club, ahol a Mátyás utcában van egy csodálatos európai színvonalú jazz klub, Gőz Lacinak a teremtménye, és ott adtunk több koncertet, hónapokkal később, tehát nem egymás után. Ezeket felvettük, kiválasztottuk a legjobb trekkeket, és meg lehet hallgatni. De hogy lesznek ebből trekkek? Jó, én értem, meg lehet hallgatni, az... megyek veled. De hogy ér véget egy dal, ami el sem kezdődött igazán? És hogy kezdődik el? Ugye? És hogy lesz ebből egy forma? És hogy alakul közben ki téma? És hogy micsoda reakciók, meg lehet majd hallgatni, nagyon érdekes, ahogy mondjuk a Lukács Mikivel tényleg, mintha meg lenne komponálva, szigorúan, egy nehéz arancsban, hogy váltunk nagy triolából, nyolcadokba, de együtt. Tehát, hogy vagyunk valami olyan mérhetetlenül együtt, egy teljesen szabad improvizációval, mintha egy bonyolult arancsban egy szerkezet le lenne írva. Nagyon érdekes. Te ott tartasz, ahol fiatal zenészként láttad magad? Hát fiatal zenészként az ember a világszínpadán látja magát, és mindenféle álmok és tervek vannak, ahogy hallgattam, mindig ágyon fekve ezeket a nagy amerikai jazz muzsikusokat, és én is azt gondoltam, hogy majd úgy, ahogy ők a világ nagy színpadán fogok. Vár a Radio City Hall. Igen, például. De hát azért tulajdonképpen viszont egy csomó minden olyan is megvalósult, amit meg álmodni sem mertem, vagy nem is álmodtam. Hát nekem fogalmam se volt, hogy én majd egyszer a musicaljaimet játsszák, és hogy ekkora sikerük van. Ott gondoltad, hogy tudsz musicalt írni? Nem gondoltam, fogalmam se volt. Még a műfajt sem nagyon ismertem, és nem is kedveltem. Most már kedveled? Hát hogy nem, mi a szó? Nézel más műzikeleket? Követed, hogy mi történik a világban? Nézek, abszolút. Hát igen, most voltam nemrég New Yorkban, például láttam egy szenzációs műzikelt, ami nagyon nagy ihletet is adott nekem egy következőre. Úgyhogy abszolút figyelem,
nagyon sok rossz születik ebben a műfajban, mint minden műfajban, viszont jó sok jó is. Jó, de hogyha valaki nagy jazzzenésznek látja magát, akkor az nyilván egy nagyon emelkedett, nagyon művészi világ. Uh-huh. Miközben azt, ami a musical, meg a popzene, meg az egyslágeres előadók világa, azt meg szokás lenézni, pont ebben a közegben és ebben a körben. Hát nekem nem szokásom ezt lenézni. Neked nem, te az első perctől kezdve ebben benne voltál. Igen. Ezt hogy fogadták körülötted azok, akikkel együtt muzsikáltál? Hát érdekes volt, mert emlékszem, volt az Interbrass nevű együttes, ami egy óriási dolog volt, hogy én oda bekerültem 1974-be. Onnan számítom én a profi pályafutásomat, a Marci Vágyi. Ez egy nagy zenekar volt. Hát az egy, igen, mert három fúvós volt, trombita, pozon, szaxofon, plusz a ritmus szekció, és plusz a Berki Tomi énekelt, fantasztikusan, improvizált. Most jelent meg egy könyve egyébként a Berki Tamásnak, ő írta életéről. Te is írhatnál. Én az előszót írta. De kipipáltad a dolgot? Nem, csak mondom, hogy onnan tudom, hogy megjelent többek között. Én is fogok írni, már belekezdtem egyszer, csak abba hagyta. Szóval ott játszottam évekig, és akkor egyszer csak úgy alakult, ezt most nem mesélem el, mert szétfeszíteni a műsor kereteit, hogy az LGT-be elkezdtem a Gőz Laci barátommal játszani, az LGT-vel. Szerintem ezt azért meséld el, mert sokak fejében a Gőzzel ti ott az LGT tagjaiként voltak. Hát szinte. Tehát nem volt olyan nagyobb koncert, lásd Tabán, ahol ti nem voltatok a színpadon. Hát sőt, külföldi turnék, külföldi lemezfelvételek. Olyan volt, mint az LGT tagjai. Így van, mi voltunk a fúvó szekció, hol egy trombitával, de aztán főleg csak ketten. És ez nagyon érdekes volt, mert úgy mentünk oda, hogy nem is ismertük őket. Tehát mi annyira a jazz, hát még jazz tanszakosok voltunk, második évfolyamosok, és oda jött hozzánk a Fridi Karcsi, az jazz történet tanárunk, a gyerekek nem értek rá, mert lesz az LGT-nek egy téli turnéja, és mi nem érünk rá. Tehát az előző fúvó szekciónak valami más dolga volt. És így összenéztünk a Gőzzel, hát LGT, és mennyi, mi van, mennyit fizetnek? Azt mondja, hát 200 forintot koncertenként. Akkor az nem volt rossz pénz. Az már gázsinak látszott. Az abszolút. Igen. És mondom, hány koncert lesz? Aztán legalább 15. Az 3000 forint. Annyit keresnénk. Hát az nem tudom, ugye 1974, az egy havi fizetés, egy jó havi fizetés volt akkor. És akkor azt mondtuk, hát vállaljuk el, mert kilógott a felekünk a gatyából, persze, hát soha nem volt pénzünk. És akkor elvállaltuk, esküszöm, egy RGT számot nem ismertünk semmi, hát mondom, így éltünk benne ortodox módon a jazzbe, csak avval foglalkoztunk reggeltől estig, ez is volt a dolgunk, hiszen diákok voltunk a jazz tanszakok, és aztán megszerettük, és ők is megszerettek minket, és kiderült, hogy ők is emberek, meg mi is azok vagyunk, hogy ez két zene össze tud jönni, hiszen ott nekem nagyon sok lehetőségem volt improvizálni, ugye szaxofonon. Amik az LGT lemezeken vannak, vagy ahol igen. Egyáltalán ugye rengeteg lemezen működtél a 70-es, 80-as években közre. Rengeteg. Azokban a fúvós szólamok, azok a te munkáid javarészt, vagy azokat megkapott Kottán általában, hogy ezt kéne játszani? Lassan. Igen, volt, ahol megkaptam, volt, ahol nem. Hát az LGT-nél is volt, amit a Presser megkért, hogy akkor csináljak egy arrangement, és akkor csináltam. Tehát voltak olyanok, amiket én hoztam össze. Illetve hát aztán nagyon gyakran volt olyan, hogy a zenekarok azt kérték ott a stúdióban, hogy hát ide kéne valami. És akkor én azt ott gyorsan három fúvósra meghangszereltem, kitaláltam és fölvettük. Szóval ez nálam már egy ilyen rutin volt, eléggé benne voltam a dologba. Nekünk ez egy nagyon, tulajdonképpen ez volt a megélhetésünk. Tehát ahelyett, hogy éjszakai portások lettünk volna, vagy vagont rakottunk volna, ez nekünk nagyon jól jött, hogy Pesten elmentünk egy pár kilométerre egy stúdióba, és ott ezt megcsináltuk egy pár óra alatt. Mondd, ha hülyeséget kérdezek ezzel a kérdéssel, de én azt gondolom, hogy ez neked nagy iskola is volt, mert a jazz világa az nem három perces dalokról szól. Így van. És itt meg kellett tanulnod abban a formában mozogni. Egyrészt, másrészt a stúdiózás maga egy nagy iskola, mert hiszen megtanulsz egy csomó mindent, mert a stúdió se úgy van, hogy szóval azt meg kell tanulni, hogy ott hogy működnek a dolgok,
hogy egy stúdióban, hogy mi a jó, mi a, hogy mondjam, a technikája a dolognak. Ugyanez vonatkozott a filmzenékre is, hogy nagyon sokat hívtak engem a Vukán Györgytől a, nem tudom, a Presszelen és a akkori, hogy mondjam, még a Vidovszki is, vagy, tehát kortárs zeneszerzők is, szaxofonozni filmzenékbe. És az is baromi tanulságos volt megfigyelni, hogy készülnek a filmzenék. Ugye, hogy akkor nem csak akkor figyelek, amikor én játszom, hanem azt is figyelem, hogy működnek ez a dolgok. Ez lett az alapja a Désfél filmzenéknek. Például. Tehát az baromi jó volt, hogy amikor 81-ben az első filmzenémre felkértek, akkor én már nem úgy mentem oda, hogy azt se tudtam, hogy eszik vagy isszák, hanem tudtam, hogy működik a film, zene, felvétel egy stúdióban. Ugye ez két különböző dolog, tehát a filmzene, a filmdal, ez két eltérő műfaj, tehát a így Szerelem van. Első véli volt az első olyan igen. filmed, amiben volt egy filmdal, ami átütő máig. Igen, ami önálló életre kelt. Igen. De abban is ugye volt filmzenéd, és volt a filmdalod. Így van. A filmzenék alábecsültsége az nem bántó ilyenkor? Hogy a filmzenéről nem beszélünk. Nem beszélünk, de ez egy magyar szokás, vagy nem tudom, hogy még Európában, vagy hol. Amerikában borzalmasan megbecsülik. Jó, ott mondjuk nagyon nagyszabású filmzenék vannak, igen, szimfonikus. Igen, koncertek vannak. Hát igen, de azért, most mert, van nálunk is volt mert ott vannak ezek a nagyon nagy költségvetésű, nagy formátumú filmek, ami nálunk ugye nem nagyon készül, mert más a büdzsé és más a irány. És azokhoz a filmekhez gyakorlatilag az első pillanattól, perctől kezdve, hogy elindul a film végig, két-két és fél órán keresztül, egy óriási szimfonikus zene. Ez voltak éppen kortárs zene sokszor. Hát kortárs zene, de általában azért ez Wagner, Mahler, Brahms, Bartók, Stravinsky, sorolhatnám azokat a szerzőket, ahol ezek a profik, a John Williams vagy a többiek, akik mind Oscar-díjat kapnak, tehát azért mondom, hogy a megbecsültségük elég nagy oda át. Ezek megtanulták a szakmát, hihetetlen megtanulták a zenetörténetben, különösen a romantikusoktól, a kortárs zeneszerzői, hogy hangszerelnek, milyen zenei világok vannak, és ezt használják természetesen a saját szűrőjükön, vagy tehetségükön neked keresztül. Neked kisebbek a lehetőségeit, hát a filmzenét készítesz? Hát itt nincsenek ilyen nagyszabású lehetőségek, vagy ha néha van, akkor azokat nem én kapom. De ezt nem bánom, mert én közben áttettem a helyszínt, a figyelmem és a munkálkodásom helyszínét a színpadra, a színházra, a musicalekre, ahol már van lehetőség azért nagyobb ívű zenei gondolkodásra. Ha már említettük a Szerelem első vérét, igen. ugye az neked egy popzenei áttörés volt. Igen. Tehát hirtelen popzenei szerző lett belőle. Igen, sláger. Sláger szerző. Jöttek utána, hogy ír nekünk is egy jöttek. Szerelem első vérig slágert? Jöttek, sokan. Olyan jó pofa volt, hívtak különböző táncdalénekesek nagyon sokáig. Hogy ilyet akarok. Hogy ilyet akarok, meg hogy egyáltalán, hogy írjak nekik. És akkor én ezeket elhárítottam, mert jazzzenész voltam, meg sok más dolgom volt, akkor én már elég sok. Ugye ez 86, a Szerelem első vérig. Én 81-ben kezdtem el filmzenét írni, általában mint jazzzenész kértek fel. Tehát amikor a Makkároly fölkért a Egymásra nézve című film zenének a megírására, hát akkor az mint jazzzenész, vagy a Grünwalski, vagy a Jancsó, vagy a az is volt a megrendelés, hogy valami jazzes hát legyen? igen, tehát az én világomat, zenei világomat kérték tulajdonképpen valamilyen módon megvalósítani, az a filmre alkalmazva persze, ahhoz írva, vagy kigondolva. És akkor itt volt az áttörés, vagy ez a furcsa váltás, hogy mivel a Szerelem első vége is, mint jazzzenész kértek fel, csak változott a forgatókönyv. És a zenekar, amelyik egy szegedi kollégista zenekar, ugye a Beriari vezetésével, először jazzzenekar volt a forgatókönyve. Aztán kiderült, hogy inkább egy ilyen modern pop-rockot játszott új hullámos, zenekar. Új hullámos, na így engem. Van. És akkor próbáltam ilyen új hullámos zenéket írni, nem azt mondtam, hogy kérem én nem. Akkor nézzük meg. És akkor utána hívott a Dobrai be a filmgyárba, hogy nézd meg, leforgattuk a főcímet. Szeged fölülről, ez légi felvétel, ugye, hogy szalad a főhős át az újszegedi hídon, és az egyetem, és a ja, szép képek, lassú. Na azt mondja, erre írjál valamit. Kösz szépen.
mármint dalt. Szó se volt eredetileg erről. És akkor hazamentem, és akkor még emlékezetből... Ment a film a fejedben? Hát akkor még ez így ment, fölírtuk az izéket, hogy 0-15-3-40-ig, ez történik, az történik. Hazamentél, és fejből, és emlékezetből. És akkor ez sikeredett. És attól fogva viszont megváltoztak a filmzenei felkérések, és már nagyon gyakran másfajta filmekhez, másfajta rendezők, illetve még akkor párhuzamosan ment. És akkor aztán a Sose Aludt meg a Nagy Utazás végképp betett, mert akkor onnantól fogva már tényleg... Vágyadnak tűnsz? Igen. Az, na, erről jutott eszembe, mert az első sor, amit szerintem mindenki tud ebben az országban, igaz. Hát jó kis sor. Hát igen. Hogy azt mondta hajdanában Szenes Iván, biztos igazságtalan, de ő írt néha zenét is, tehát igen. Kicsit átlógott a másik irányba, hogy igazából a dalt nem a dallam csinálja meg, hanem az a bemondás, amire emlékezni fog a hallgató. Tehát fáradtnak tűnsz. Igen. Ez egy zeneszerző számára nyilván nem örömteli, hogy ezt a mondatot hallja. De te hogy gondolod ezt? Hát én nem így gondolom, én azt gondolom, hogy annak együtt kell hatni. Tehát az az igazán jó dal, amikor a zene és a szöveg teljesen egyenértékű és teljesen, hogy mondjam, szervesen, szétválaszthatatlanul együttműködik. Már csak annál is inkább, mert nem tudom, hogy a Szenes Iván hogy dolgozott, hogy előbb írta ő a szöveget, és arra írtak zenét, de nálam mindig a zene az első. Hú, az viszont neked akkor fura lehet. Hát én megírom a zenét, és megkapja a dalszövegíró. Na, erről megint eszembe jutott valami, a Balázs Fecó mondta, hogy zseniális szövegeket kapott mindig a Horváth Attilától. Azt mondja, hogy de a fejemben volt valami, hogy milyen ez a dal. És aztán kaptam egy szöveget, és mindig fel voltam háborodva, hogy én nem erről Ez írtam. Így van. Te is? Ez, hát te, az nagyon furcsa az a zeneszerzőnek, ha így dolgozunk, hogy előbb van meg a zene. Nagyon egyszerű, megpróbálom egyszerűen megfogalmazni, amíg csak a zene van, addig bármi lehet még a dalból, és bármiről szólhat. És ez van a fejedbe, hogy ez úgy el tud szállni, ez úgy bármiről szólhat, mondjuk erről, vagy arról, vagy... De amikor a szöveg rákerül, akkor már csak arról szólhat. Elrontott az álmokat. És akkor ehhez nekem van, hogy hetek kellenek, hogy hozzászokjak. De egyben nincs igazam. Ha igazán jó a szöveg, akkor az több rétegű. Tehát ha most kielemeznénk a Nagy Utazást, 93. Emlékszem, hogy amikor egyszer azt mondtam, hogy ez bizony a rendszerváltozásról is szól ez a dal, és a rendszerváltozás utáni nagyon nagy általános csalódás. Mintha nem a régi volt. Így van, hogy nem ezt ígérted. Akkor a jobb oldali lapok elkezdtek engem gyilkolni és szikézni. Micsoda hülyeséget beszél ez a dés. Holott biztos vagyok benne, hogy a hatásában a dalnak ez is benne van. De benne van az is, hogy meghalt egy szerettünk. De benne van az is, hogy elmúlt egy szerelmünk. Hogy nem ezt ígérted, azt a csalódást, hogy együtt elindultunk, és száguldott a vonatunk. Na mindegy, szóval most nem akarok ebbe fontoskodva belemenni, de minden esetre annyi mindenről szól ez az egy szöveg, hogy akkor jól van. Akkor azt mondom, hogy ez így rendben van. Mert ugyan még de szólhatna... Csak utána tudod meg. Hát igen. És először ebben is úgy volt, amikor elment a Géza, emlékszem, fáradnak tűnsz, mintha nem a régi volna, mert mi lesz ebből, így érted. Melankolikus, akkor szomorú. Igen, meg egyáltalán prózai, meg nem tudom. És akkor egyszer csak úgy átfordult, úgy meg ráéreztem. Te instruálod az énekest, hogy kellene? Hát igen. Tehát, hogy nálad az a zenei gondolat, az igazán hogy szólal meg? Nézd, ez és nálam meg mondjuk másképp. Ez mindig attól függ. Tehát van, amikor valaki bejön, odáll a mikrofon mögé, és patty, kész. Mondjuk ez a színészekkel nehéz lehet. Olyan, ami ennek kell lenni. A színészek más, mert ők igénylik is általában, de ott is előfordul, hogy annyira tökéletesen eltalálja azt a hangütést, azt a fajta módot, ahogy ezt énekelni kell, vagy ön ezt elképzeltem, hogy egy szót nem kell szólni, csak hagyni, hogy csinálja. Igazából neked három szövegírod van, a Bereményi, a Nemes, meg a Geszti. Így van. Hát akikkel gyakran dolgozom, aztán sok mindenki mondjam, mással is dolgozom. Persze, de hát az életedet, a pályádat ők kísérik igen. Valamilyen módon végig. Igen.
Bereményinek köszönheted a színészeket, az ő világának? Igen, ez valahogy úgy alakult ki, hogy vele kezdtem el írni, ugye az Udvaros Dorottya lemezt megcsináltuk, és attól fogva, ez 83, tehát most már pontosan 40 éve, nem most 23 van, pontosan 40 éve ez így állt be, attól fogva, hogy a Dorottyának megcsináltuk azt a lemezt, hogy az akkor az a Gézával, igen, az átutazó, a Gézával színész lemezeket, mert hiszen akkor gondoltuk, annak sikere volt annak a lemeznek, annak idején, hogy hát akkor ezt érdemes lenne folytatni, mégpedig variáljunk egy kicsit rajta, most legyen egy színész pár, férfi és nő. Mert a Géza nagyon szereti ezeket a viszonyokat, a férfi és nő, ahogy hogy marják egymást. Mindannyian szeretjük. Mindannyian szeretjük, és, egyáltalán nem tudjuk megfejteni ugye alapvetően, de próbáljuk, hogy hogy van ez. És akkor megcsináltuk a Básti Cserhalmit. Ugye? És akkor fantasztikus mondatokat ír ezekről a viszonyokról. Abszolút. Ott is az történik, hogy előbb zenét írsz, és utána jön a szöveg. Hogy? Igen, csak a Géza ott ül mellettem. Tehát ő nem viszi haza kazettám, vagy CD-n, vagy nem tudom, hanem ott ül mellettem, és játszani kell neki, mint a kocsmában. És akkor négy ütemeket, vagy két ütemeket, hogyan, még egyszer, és másfél óra alatt megírja, hát megissza az összes boromat, vagy ami van otthon, az minden, de megéri. Be kell spájzolni, mielőtt egy dalt írni. De ezek a dalok, ezek, hát ugye most lesz egy aréna koncert. Igen. Pont a színészekkel. Így van. Duettekkel. Többek között, mert azért lesz Tóth Vera is, meg Geszti. Azért énekest is hívsz, a biztonság kedvéért. Ezek kitartanak, ezek a dalok szintén mellette, tehát ezek ilyen örökértékűek, mint a musicalek, amikről hát Istennek, is Istennek, igen, ezeket működnek, és játsszák, és meghallgatják, de természetesen új dalokat is írunk, mert hiszen egy példát mondjuk a Mácsaival, meg a Mácsai Palival, meg a Füranikóval én nem dolgoztam előtte, és hát neki kellett írnom új duetteket, új szólószámokat, tehát nem régi dalokat, nem régi dalokat fognak énekelni. A Tóth Vera Geszti párosnak is szeretnék új dalt írni, még hozzá nem is akármilyet, tehát gondolkodom újban is, mindig. Természetesen kellenek a régiek is, mert azt gondolom, hogy sokan ezért jönnek, de olyan nincs, hogy csak abból élünk, és csak azt ismételgetjük, ami volt, hanem mindig lépni előre, amit a jazz műfajában is beszéltünk erről. Egyébként visszatérve, ugye úgy kezdtük el az LGT-t, hogy reagáltak a muzsikus társaim, és én most visszakanyarodnék, hogy azért volt egy ilyen duma, hogy áruló, elmentél a rockerekkel. Hol? Már nem vagy közé. Komolyan, de hol csak ironikusan, ilyen cikizve meg minden. Szóval ez nagyon érdekes volt, mert ma már ilyen nem lenne, de akkor ez létezett ez a dolog, hogy mi jazzisták, és mi holott rajtam, ez semmit nem rontott, csak inkább javított. Viszont kinyithatott ajtókat. Ez a sok-sok ismeretség, ami mindenfelé meg volt. Tehát azért nem sok jazzlemez készült akkoriban. Így van. Neked voltak jazzlemezeid a rendszerváltás. Hát ha nem is korán, de 81-től, igen. 81. És ebben nyilván belejátszott az is, hogy már ott szerepelt a neved számtalan poplemezen. Talán igen. Igen. Rocklemezen, ismertek a lemezgyárban. Jobban megismerték a nevemet, meg a muzsikus társaim előtt. Neked minden kicsit későn kezdő. Így van. Ha jól emlékszem az életrajzodra, te 16 voltál, amikor a konziba fölvettek, miközben hát ugye a 14 éves korban mentek bizony a többiek. Mire vártál? Hát tapsra. Hát azt megkaptad az igen, oldat. Igazából volt én egy erős, nagyon jó minta zeneiskolába jártam, amiből később Kodály lett. A zenei általános. Zenei általánosban, csak akkor még azért nem lehetett Kodály, mert még élt a Kodály. És gyakran látogatott el hozzánk egyébként az iskolával. Több más világsztárral egyetemben, Yehudi Menuhintól, a Pablo Casalson és a Benjamin Britten. Szóval ez egy ilyen a Kodály módszernek, a Lorántfy Zsuzsanna zenei általános, a bemutató iskolája volt a Kodály módszer. És akkor sokáig azt gondoltam, hogy zenész leszek. De mire elvégeztem, már nem gondoltam azt, és elmentem a gimnáziumba. Ott mi akartál éppen? És akkor a gimnáziumban igazából semmi más nem érdekel, csak a történelem és az irodalom. Rengeteget olvastam,
lényegében csak azt csináltam, meg hát persze zenét hallgattam, és 16 éves koromban szerettem bele a jazzbe, nagyon későn. Akkor, egyáltalán akkor ismertem meg. Az hogy történt? A bátyámék a szobájukban, a egyetemi század után, ugye kialakultak ezek a barátságok, az egyetem előtt el kellett menni egy évre katonának, és akkor hát ott kialakulnak nagy barátságok, és akkor összejártak dumálni, a világot megváltani 19-20 éves rácok. Ez normális. Hát persze, és akkor én mint 15-6 éves beengedtek, hogy elüldögéltem, és közben jazzt hallgattak. Baromira idegesített, hogy szól valami, amiből egy szót se értek. Össze-vissza játszanak a zenészek, mi az is, tehát ez nem létezik, hogy össze valamit nem stimmel. Hát ha nem tudsz kínaiul, akkor nem érted, amit beszélnek. Hát, tehát azt a zenei nyelvet meg kellett tanulnom. Annyira bosszantott, és annyira idegesített, hogy én ezt nem értem, hogy elkezdtem utána járni. És akkor mindegy, hát beleszerettem. És úgy beleszerettem, hogy azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. De te korábban zongoráztál, onnan van a hát zongoratudása. Hát zongoráztam gyerekkoromtól. De nem zongora szakra mentem. Nem, hozzá. Mert hát a John Coltrane-ba szerette a zseniális szakszofonosba, és az ő lemezébe, az egyik lemezébe, és hát az nem volt kérdés. Hogy de hát tudtál te szakszizni? Hát dehogy tudtam, hát el kell. Hogy vettek fel? Ja nem. Hát elhitték. Nem. Hát először elmentem egy zeneiskolába klarinétot tanulni. Mert akkor azt mondta a tanár, hogy először, fiam, ha jól akarsz szakszofonozni, klarinétoznod kell. Igaza volt? Nem. Jó. Hát a Coltrane se klarinétozott, meg a Charlie Parker se, meg a nem tudom ki se. Tehát ez egyáltalán nem igaz, de mivel ő az operettben volt egy muzsikus, akinek az alaphangszere a klarinét volt, és váltó hangszerként használta a szakszofon, ő így tanulta, hogy az. És én ezt elhittem neki, mindegy. Viszont így a klarinét szakra mentem, felvettek a konziba, és aztán a klasszikus szakról mentem át a jazztanzakra, a szakszofonra, de aztán későn kezdtem el dalokat írni, későn kezdtem el zenekart, jazzzenekart alapítani, már 24-5 éves voltam. Más már a harmadikat oszlatta fel. Így van, meg hát ma már egy fiatalnak furcsa, hogy én 27 éves voltam, amikor az első, vagy 28, amikor az első jazzlemezemet, egyáltalán az első lemezemet megcsinálhattam. Hát már azt csinál lemezt, aki nagyon helyesen, aki akar, vagy tud. Hát bemegy egy stúdióba, felveszi, a Spotify-ra, vagy a haverjaival otthon, tudod? Úgyhogy ez egy tök más világ volt, és valóban mindent későn kezdtem, de ez nem baj, mert... Ez igazán arról jutott eszembe, hogy szóló énekesként, vagy szóló hát előadó is. Művészként, vagy ez egy, ugye egy komplex történet, igen. Mert hát úgy vagy te szóló énekes, hogy ülsz közben a hangszer mellett. Hát én előadó vagyok, igen. Inkább. De hát ezt is 54 éves korodban... 2008-ban, amikor a bátorság kérdése volt? Igen, ez is egy kódbaugrás volt, hogy... De nem mertél... Kiállok Nem, hát semmi közön nem volt hozzá. Hogy kiülök a közönség elé, időnként fölénekeltem egy-egy dalt. Tehát mit tudom én, körülbelül 3 dalom volt lemezen, ilyen válogatás lemezen, a bónusznak a dalaim közé oda tettem, vagy mit tudom én. És akkor azt mondtam, hogy megpróbálom. És amikor a színészekkel csináltuk ezt a Férfi és Nőt, 2008-ban kezdtük el. Nem akarok gonosz lenni, gondoltad, így te is tudsz énekelni? Igen, nem, hát így beizélem magam én is közéjük, és egy 3-4-5 dalt én is énekeltem. És sikere volt. Szerették. Én is szerettem csinálni, és a közönség szerette. És akkor azt mondtam, hogy hát gyerekek, akkor ezt én tudom, nekem ez megy. Én nem vagyok, ezt úgy kell, mindig azt mondom, úgy kell elképzelni, mint amikor egy író felolvassa a szövegét, vagy egy költő a versét. Mikor az Eszterházy prózát olvas, csodálatos volt, és azt gondolom, ezzel remélem nem sértődnek meg a színészek se, akik egyébként ragyogóan, egy-két színész ragyogóan olvassa, de olyan hitelesen senki nem tudta, mint a Péter saját maga. Hát ő tudja, mire gondolt. Igen, de nem minden írónak van erre. Tehát például a Spíró remekül olvas, a Závada remekül olvas, Parti Nagy, Kornis, Mityú. Szóval vannak írók, akik nagyon jól olvasnak szöveget, és vannak, akik nem. A Péter azok közé tartozott, akik megtanultak. Nem, ő se volt mindig ilyen jó. Én amikor elkezdtem vele 91-be, még nem volt ilyen meggyőző. És aztán
évről évre egyre jobb volt. Az elkezdtem bele, hogyha valaki ennyire nem követi a dolgokat, az ugye arról szól, hogy neked hát most már 30 éve van egy sorozatod. Igen. Jelenléted a szakmában oly módon is, hogy írókkal, költőkkel lépsz színpadra, és improvizálsz. És improvizálok, az is jazz, igen. Most egy kicsit szaladgálunk, én még erre vissza fogok kérdezni mindjárt, mert itt érdekel valami, de az, hogy te elkezdtél énekelni, az benned kinyitott valamit, ami előtte nem volt? Abszolút. Tehát másképp írsz, vagy másképp gondolsz arra, ami készül éppen, azáltal, hogy lehet, hogy én fogom elénekelni? Így van. Így van, meg hát meg kellett tanulnom magamnak is írni. Ugye, hogy az én képességeimhez, az én hangi... Hány hangom hangi... van nekem igazából? Így van. Meg hogy mi áll jól, azt kell tudni az embernek. Az nagyon nagy baj, ha nem tudja. Hogy olyanokat is próbálok elcsicseregni, ami nekem nagyon nem áll jól. Azt tudni kell. De hát általában ezt én tudom, mert, hogy mondjam, ezt megtanultam. Megtanultam, hogy visszatérve a Szerelem első véri, az egy olyan dal, ami a Demjénnek volt való. A hatalmas hangterjedelem miatt. De azt tudtad, hogy a Demjénél lesz, vagy Mázlid volt a Demjénnel? Mázlid volt a Demjénnel, mert eredetileg nem neki akartam adni, akinek akartam adni, nem vállalta. És néha ez és így akkor, van jól. És néha ez így van jól. Néha ez így van jól. Néha ez így van jól. A Nagyutazásnak is egy hasonló története volt. Ott ketten énekelnek, Malek Andrea is elénekelte, meg Presser is, és Presserrel lett sláger. Azért, mert kiderült közben, hát nagyon helyesen a film körül, akkor még bábáskodtak a kaposvári barátok, ugye a Robi akkor még Kaposvárhoz kötődött, Koltai Robi, és hát mondta az Aser meg többen, hogy hát de Laci, ez egy fiú film, ez egy férfi film. Hát a nagybácsi meg az unokaöccse. Ugye? Hát ez jobb lenne, ha ezt férfi énekelni, ezt az ad nem nő. És igazuk volt. Kibékültetek már Presserrel? Tartozol hozzá egy kis magyarázat. Ugye ez nem egy Presser dal, ez egy D-s dal. És hát mert ő Presser énekelte, mindenki azt hitte, hogy ez egy Presser szerzemény, és ez egy állandó konfliktus volt, ha jól hallom, köztetek is. Hát már akinek, nekem nem volt konfliktus, én nagyon, nagyon örültem, hogy a Presser ilyen jól elénekelte, és nem csak, hogy jól, hanem ahogy megszólalt. Ugye mondtam az előbb, hogy sokszor van olyan, hál' Istennek az életemben, mint például a Demjénél is a Szerelem első vérig, hogy ahogy beodaállt a mikrofonhoz és elkezdte énekelni, már tudtam, hogy ez rendben van. Itt egy szót nem kell, hogy nem így, meg nem úgy, meg ne próbáld, meg nem tudom, így hajlítani, meg úgy. Hogy ez úgy, ahogy van, jó. A picinél ugyanez volt. Megszólalt az első sor, fáradtnak, kész. Ez a dal, ez az övé. És hát ráadásul ezt ismerte a Víg Színházból, ennek az elődjét, a Brazíliát. Igen, mert ezt voltak éppen visszamentetted ezt a dalt. Így van, egy korábbi öt évvel ezelőtti bukásból, igen. Már nem a dal bukott meg, hanem a darab. És szóval nekem ebben semmi bajom nem volt, én nagyon örültem ennek. Őt azt hiszem idegesített, egy idő után irritálta, de csak egy idő után. Egy ideig ő is örült nagyon. Hát mert egy darabig örül a sikernek az ember, igen. Aztán nyilván kellemetlen, amikor összekeverik. De hát a konfliktusoknak nem ez a fő oka szerintem, itt több minden baj van, de hát ne érdemes erről. Ezek fájnak, amikor régi barátságok fordulnak konfliktussá? Vagy? Hát nézd, ez már olyan régi dolog, hogy már nem fáj, meg nincsenek ilyen friss érzelmei ezzel kapcsolatban, sajnálom. Sajnálom, mert nekem meggyőződésem, egyrészt a múltat nem érdemes megpróbálni, megváltoztatni, az nem egy jó dolog. Tehát, hogy retusálni a múltat, hogy én nem vagyok benne az ő múltjába már. Ez egy marhaság, mert egyrészt benne vagyok, ez ma már az internet korában letagadhatatlan. Másrészt pedig nekem az a véleményem, hogy a tehetségek adódjanak össze, dolgozzanak össze. Két tehetséges ember például összeáll egy ilyen dalra, és lám, mi lett belőle. És én sok példát tudok mondani az életemből, ahol a tehetséges emberek összeállnak, és együtt dolgoznak szeretetben, békességben, abból baromi jó dolgok sülnek ki. Ha nem, akkor az meg csak vacakság. És ezeket próbáltad visszatérni vele? Próbáltam, de nem sikerült. De... Jó, ezt lapozzuk el persze, mert ez kettőtök. Annyi klassz dolog van a világon. Igen. Na, akkor térjünk vissza
Mire is? Mire is. Mit mondtam az előbb, hogy erre visszajövünk? Hát nem tudom, ha... Hát ott? Annyi felé mindenről van szó, mert annyi mindent csinálunk. Igen, az improvizációk az írókra, költőkkel. Igen. Írókkal, költőkkel. Igen. Hogy az hogyan működik úgy, hogy te tudod, hogy az illik oda, vagy sem. Hogy tudod, hogy ez most ott jó lesz, vagy sem. Vagy mi van, akkor a hirtelen nem jut eszedbe semmi arról, abban a pillanatban arról, ami ott elhangzott, vagy ami történik. Erre készülsz? Tehát amik elhangzanak, majd ez azokat előtte olvasod? Két kérdés volt, igen. Az elsőre az a válaszom, hogy ez tulajdonképpen nagyon egyszerű, és azért szeretem ezt, mert ez tulajdonképpen a szabad jazz kategória. Tehát az történik, annyiban készülök, hogy ezeket az esteket azóta, amióta ezt csinálom, én szerkeztem. És ezt elfogadják az írók, tehát ők elküldik nekem a felolvasandó szöveget egy pár nappal a fellépés előtt. Eleve nekem kell csinálni egy végszavas példányt, hogy a muzsikusok, mert van, amikor ketten vagyunk, van, amikor hárman vagyunk, van, amikor csak egyedül vagyok. Volt ebben a fiaddal is sokáig. Így van, most is van abban a bizonyos, amiben a... Hát volt egy négyesünk, Eszterházi, Spíró, Závada, Partinagy. Hát ebből már csak hármas lett, de minden alkalommal az történik, amikor így fellépünk, hogy a Péternek is van egy negyede a műsorban, egy szakasza, ahol mi magunk olvasunk fel Eszterházi szövegeket, és aztán játszunk rá. Tehát ugyanúgy megvan a Péternek az ő neki járó része az esten. Önneket hiányzik személyesen is? Hát nagyon. Ez egy barátság. Nem is mondom, hogy volt. Úgyhogy hát épp megint hihetetlen, hogy néztem bele egy interjút, amit én már láttam. Csak néha mindig élőben akarom látni, és akkor megnézek vele valamit az interneten. És egyszer csak mond egy mondatot, amire akkor nem figyeltem fel, hogy ennél zseniálisabban még azt, hogy mi a jazz, senki nem fogalmazta meg. Elképesztő. Rögtön le is írtam, és ott lesz mottóként ezen az élő lemezünkön, mert mi ezt csináljuk. Elmondod? Azt mondja, írás közben derül ki, hogy mit írok. Valaminek a szabályaihoz kell alkalmazkodnom, ami most születik. Magyarul ezt lefordítva jazzre, játék közben derül ki, hogy mit játszom, valaminek a szabályhoz kell alkalmazkodnom, ami most születik. Zseniális. Erről van szó. Tehát például a Free Sans az ilyen. Elkezdünk játszani, és játék közben derül ki, hogy mit játsz. Óriás. És aztán, amikor visszahallgatod, akkor hát hiszen ennek tényleg vannak szabályai, ennek van egy szerkezet, egy formája. Állati. Mitől? Hogyan? Négy agy, négy kéz, nyolc kéz, vagy nem tudom hány kéz, összejátszik, és kialakul. Ebben fontos az, hogy mennyire jó zenész? Vagy az a fontos, hogy mennyire van fantáziája a zenéhez? Mind a kettő. Tehát eleve ez csak a legjobbak tudják, mert hát egy nagyon jó fül kell hozzá, nagyon nagy érzékenység, nagyon nagy tapasztalat. És nyilván olyan biztonság. Nagyon nagy merészség, biztonság, nincs vacakolás. A másodperc tört része alatt kell dönteni. Hát nem lehet izélni, hogy én most megmerem ezt lépni zeneileg, vagy nem merem meglépni. Hát olyan váltások vannak, olyan merész húzások, amiről visszamenőleg mindig kiderül, hogy egy micsoda remek döntés. Van álmod, hogy kivel zenélnél együtt, ami nem adatott meg? És hát, az muszáj lenne, tehát, hogy itt van, és ugye Roda Scott volt egy ilyen példa, hát nem az biztos, egy milyen hogy álom volt, koncert. De nagy hírű, jó koncert. De nagyon, az egy boldogság volt, és minden muzsikus társamnak is az volt. Tudnék, az nagyon nagy dolog, amikor egy jó muzsikusról még kiderül az is ráadásul, hogy micsoda klassz ember, vagy egy remek ember, vagy egy jó ember. Mert az még így, tehát a próbákon, ahogy láttuk, hogy mosolyog, hogy fogad minket, hogy dolgozik velünk, hogy reagál dolgokra. Az már a koncerten olyan szárnyakat adott, olyan erőt és energiát, attól, hogy ez egy klassz ember. Ez nagyon sokat számít. Szóval álom? Hát nem teljesen fölösleges lenne most itt a
kedves közönségnek nagyjából ismeretlen neveket sorolni. Vannak remek muzsikusok a világon, akikkel boldogan játszani. Ebben te napra kész vagy? Tehát hallgatsz ma is? Persze, persze. Friss anyagokat? Abszolút. De minden műfajban, tehát ez nem érti azt, hogy én csak jazz hallgatok. Én hallgatok Billie Eilish-t is, vagy nem tudom. Tehát hallgatom az unokáim kedvenceit is, meg már nem is a gyerekeim. És elfogadod, hogy ezek jók? Hát van, amit elfogadok. Ez most így működik? Van, amit elfogadok, és van, ami... Hát nézd, azt meg lehet állapítani. Ez nem, hogy mondjam, nem generációs kérdés, hogy valaki tehetséges, vagy nem. Valaki jó, vagy nem. A Billie Eilish például. Ilyen nincs. Hát abszolút. Abszolút, az olyan, hogy a Bernstein, a Bernstein, ugye a Leonard Bernstein azt mondta, hogy tessék, Beatles olyan, mint a Schubert dalok. Az a szint. Egyébként sokak számára furcsa, hogy a Beatles-t ő tette elfogadotta. Például. Hogy ilyen magasra emelte. Hát ez milyen nagy dolog, hogy ott volt egy sok generációval idősebb, úgymond komoly zenész, klasszikus zenész, ugye, aki egyébként persze kirándult a Beszásztorival és tudom, minden mással a könnyű zene zseniálisan, speciál, azt is zseniálisan, és ennyire nyitott volt, és ennyi, mert ez nem kérdés, ez nem annak a kérdése, hogy én 70 éves vagyok, ő meg 20, hanem hogy jó vagy nem jó, tehetséges vagy nem, ezt egyik muzsikus a másikról pontosan abban. Jó, hát azért ez attitűd kérdése is, mert ha te erre nyitott vagy, akkor te ezt elfogadod, hogy ma ez megy. Ja, de ha nem vagyok nyitott. Hogy, hát ezt én már meg se hallgatom. Igen, de akkor van vége. Igen, lehet. Hát akkor van az, hogy abból élek, hogy nosztalgia, meg bezzeg az én időmben, meg akkor vége van, az borzasztó. Van olyan dés koncert, ahol mindegy, hogy egy zongora vagy egy aréna koncert, ahol mi vagyunk a grund, nem hangzik el a végén? Most már nincs. Most már nincs. Ez ilyenkor büszkeség vagy teher? Nyilván első körben büszkeség. Ez most is büszkeség. Ez nagyon nagy dolog. Amikor egyrészt ez minden olyan dalomra vonatkozik, ami hol filmből, hol musicalből kilép a közegéből, és egyszer csak önálló életre kell. Néha ez kellemetlen is, amikor engedélye nélkül a politika használja. Az igen, de nem most nem erre gondolok, hanem hogy egyszerűen leválik a eredeti műről, és önmagában lesz sláger, vagy szerethető, vagy nem tudom, mint a Szerelmes, vagy a Nagy utazása. Csomó ilyen dalom van, ugye, amit aztán elkezdett. Olyan szépek voltunk. Igen, magától elkezdett játszani a rádió is, és önálló életre kelt. Ez is olyan, de ez ráadásul még megtelik egy ilyen szociális tartalommal, amit szerintem minden az országért aggódó ember komolyan vesz, és minden az országért aggódó embernek fontos, hogy ez a kérdés például, amiért a tanárok és a diákok harcolnak, az megoldódjon valahogy. Emberi módon, jó módon, mert tudjuk, hogy az oktatás a minden. Tehát ott nincs mese, az ország jövője. Egy jó oktatás megcsinál egy országot, egy rossz oktatás tönkre tesz egy országot. Most nagyon röviden és egyszerűen. Tehát, ha ez az ügy kiválasztotta a himnusznak a dés geszti, mi vagyunk a grundját, akkor én rettenetesen büszke vagyok. Mert azt gondolom, hogy valami jó ügyért szolgál ez a dal. Van benned az iránt vágy, hogy ezeket még felülírd, ezeket a sikereket? Vagy van az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy annyi mindent csináltam, hogy most már csak úgy a magam kedvére úgy elzenélgetek, igen, elírogatok, vagy, igen, vagy azt mondod, hogy még, még, följebb. Hát van még, de nem is a följebb, vagy nem is a siker, hanem hogy olyan dolgokat csinálni, mert annyira döbbenetesen színes és nagy ez a világ, ez a zenei világ, és egyáltalán a művészet világa, hogy olyasmit csinálni, amit még nem csináltam. Mi ami még izgat. Írtál kortárs komoly zenei művet, balettot, ugye az alkalmazott zenékről beszéltünk, jazz, igen, pop. Mit írnál még, operát? Lényegében igen, jól mondod, na, csak hip-hop operát. Tehát nem. Milyen? Hát ez az. Na ez az. Ezt szeretném megmutatni. És formával küzdesz? Ha egyáltalán küzdesz vele? Nem, több mindennel küzdök, de most már nem küzdök, most neki fogok látni. Szerintem megvan a szüzé,
megvan a jelenetsor, amire ez föl lesz fűzve, mert ennek nem lesz szövegkönyve, mert hiszen attól, hogy alig lesz benne próza, nem szövegkönyve van, hanem librettója. De libretto előre nem lehet, mert a zene van nálam először. Tehát tulajdonképpen a szövegkönyv akkor fog megszületni, ha megszületnek a dalok. Ajjaj, akkor ez megint olyan lesz, hogy erről szól, amit írtam. Igen, ez egy ravasz dolog. Megint olyan lesz. Nem egészen, mert itt van egy tematika, ugye itt egy történet van, amit meg kell csinálnunk, és amire én a zenét írom. Itt azért nem csak szabadon szárnyalok, hanem egy kifejezetten dramatikus történetet kell végig. Tényleg, mi van a Petőfi musicallal? Erről beszélek. Ez az? Ez az. Akkor ott megvan a szerzőtárs is, Feszti személyében. Így van. Így van. Hip-hop opera lesz Petőfiből? Igen. És hogy fog az működni? Ha jól sikerül. Tényleg, mikorra kell itt van készülni? A fejembe. Van erre szerződésetek? Hát már majdnem. Mi a határidő? Azt mondod, hogy határidő között élsz meg. Van rá két évünk. Két év, hát az kevés. Rengeteg. Az belátható. Ez úgy, igen, de azt úgy kell képzelni, hogy mondjuk ebben háromszor annyi zene lesz, mint a Pál utcai fiúkban. És az sok. Ugye, mert mindent a dialógusok is zenébe mennek. Számolod, mikor a dzsungelkönyvének hanyadik előadásánál tartasz? Hát a 1400 körül. Már hogy egy helyen, de hát azt nem csak ott játszott. Ja, hát azt a Pesti Színházban 1400 körül. Igen, őrület. Hát országosan szerintem nagyon sok-sok ezer. Ez hogy nem lett világsiker? Menedzselés. Megpróbálod még? Én nem. Nekem nem ez a dolgom. Ha én ebbe belemegyek, akkor az a munkámtól veszi el az időt és az energiát, ebbe nem szabad Petőfi belemenni. Petőfi pedig várja a hip-hopot. Így van, tehát ezt csinálja más, akinek kedve van és aki hisz benne. Keresem a dátumot, de te majd megmondod pontosan, igen? Mert hogy Petőfi két év, de a koncerted az arénában. Az arénában mai... május 6. Május 6-a. Hát arra sincs sok időt, hogy oda még dalokat kell írnod. Jó, hát már egy részét megírtam, úgyhogy nem állok rosszul. Dehogy se állsz, te rossz. Jó lesz. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm. Nagyon köszönöm. Jó volt veled beszélgetni. Dés László volt a vendégünk, egy hét múlva várom önöket ismét. Minden jót, viszontlátásra.